Újra itt a Magyar Közöny, ma külpolitikával fogunk foglalkozni. Ebben a segítségünkre lesz Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter, és Norvégia, az Egyesült Államok és Izland volt nagykövete. Egy friss hírrel kezdeném, és természetesen üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örömmel vagyok itt. A republikánus előválasztáson Amerikában, Iowában Trump győzött, és nagyon szép, hogy mondjam, szavazati százalékkal söpörte be ezt a győzelmet. Mire lehet számítani Amerikában? Ugye nyilván ez kifoghatni Európára is az ottani választásoknak az eredménye. Trump visszatérhet? Hát nagyon sokan tartanak ettől, én személyesen is, én elsősorban szimpátia, illetve antipátia alapján, mert én, mint egy értelmiségi, tulajdonképpen ilyetten tapasztaltam az előző választási, vagy előző elnöksége alatt, hogy egy ennyire anti-intellektuális, ennyire tulajdonképpen műveletlen, ennyire harsányan, tulajdonképpen hát udvariatlan amerikai, vagy akár más vezetőköz képes, ilyet én még nem találkoztam. Én történész vagyok, és diplomácia történettel tanítottam évtizedeken át, szóval a történelem persze gazembereket, meg őrülteket is bőven tud felmutatni, de ez egy egész különleges jelenség. És hát az igazán különleges benne az, hogy megválasztják, és hogy megválasztották, ugyanakkor sokan talán kiábrándultak eléggé belőle, mert hát végül is elvesztette a újabb választását, de hogy így visszajött ő, erre aztán meg végképpen nagyon kevés, ha egyáltalán van is példa, én nem is emlékszem így hirtelen ilyen témára. De hogy például a mi miniszterelnökünk Orbán Viktornak az egyik külpolitikai alappillére, vagy ez a, nem is tudom, hogy mondjam, jövőbelátása, hogy Trumpra teszi föl szinte mindenét. Igen, hát ugye ez egy veszélyes dolog, hogy pláne egy kisebb ország számára, hogy egy vasat tartani a tűzben. Ez történelem meg is így van, hogy az okos politika én szerintem legalábbis fölkészül mindenféle, akár váratlan eseményre. Én amikor Washingtonban képviseltem még az első Orbán kormányt, és 2000-ben voltak az elnökválasztások, nagyon szoros volt, ugye a második Bush úgy győzött, de én a választások előtt, mint nagykövet, fölkészültem arra, hogy bárki győz a választásokon, Magyarországnak szoros jó viszonya legyen vele. Még egy kis füzetet is állítottunk össze, hogy Hungary a key ally. Akkor tényleg egy kulcsfontosságú szövetségese voltunk az államoknak, és arra is mondjuk büszke vagyok, hogy ugye akkor még egy demokrata kormányzat volt, és volt esélye, hogy Gore megnyeri a választást. Én arra is voltam készülve, sőt, hát például Biden jelenlegi elnökkel, hát volt egy személyes viszonyom, nem túl szoros, de 1990 óta ismerem. Na és viszont a republikánusok között én megéreztem, hogy Condoleezza Rice, aki a második ciklusában külügyminiszter volt, korábban meg nemzetbiztonsági főtanácsadó, hogy vele érdemes fölvenni a kapcsolatot. Úgyhogy ezt mondhatnám, hogy bejött, és amellett egy kitűnő személyiség volt, és kitűnő külpolitikus. Tehát a lényeg az, hogy én szerintem nagy kockázat az, hogy mindent egy lapra tenni föl. Persze a hazárdjátékos az mindig ilyen, és még abban sem vagyok biztos, hogy Trumpra tétel az annyira bejönne akár személy szerint a magyar miniszterelnöknek, hiszen Trumpban, ha valami mégis következetesség van, nehéz ilyet találni, de egy azért van, ez Kína. A Kínával szembeni ellenségesség, félelem, úgyhogy Magyarországnak a jelenlegi rendkívül erőteljes kínai orientációja, az pedig biztos, hogy nem tetszene Trumpnak. És ez a hétvégi tajvani választás például bezavarhat a képbe? Hogyha már Trumpról beszélünk, vagy a Trump-Kína politikájáról. Hát ugye ezt a választási eredményt ahogy Kína nem üdvözli, ez egyértelmű, hát ebből is fakad, hogy az Egyesült Államok csak is üdvözölheti. És hát különben is én éppen egy ilyen beszélgetésről jövök, ahol a tajvani választásokról volt szó. Azt gondoltam ebben a beszélgetésben is, hogy milyen érdekes, hogy itt ezen talán nem titok, hogy
a szomszéd országokban levő tajvani képviselők vettek részt. És ezek az országok, ezek valamikor az osztrák-magyar monarchia részei voltak, és több mint 100 évvel ezelőtt ugye nem csak ez, hanem számos birodalom felbomlott, azután ugye 30-40 év ezelőtt ugye Szovjetunió, Csehszlovákia, stb. És a felbomlás után egy darabig azért elég rossz viszony volt az utódállamok között. Ma pedig hát ő örvendetesen, legalábbis hát ugye a visegrádi együttműködéstől kezdve, tehát a szomszédainkkal ő elég jónak mondható a viszony, lehetne még jobb is persze. Na most tehát igazából véve a 20. század ezt az elvet, hogy a nemzeti önrendelkezés, ezt ő magáévá tette, és ez nagyjából megvalósul, még hogyha kicsit torz formában is, mert a magyaroknak az önrendelkezése az nem úgy alakult, ahogy ez optimális lett volna. Tehát Kínának el kellene ismernie azt, hogy van egy Tajvan, és mondjuk Tajvan és Kína között az elmúlt évtizedekben elég intenzív volt a gazdasági együttműködés. Mi szüksége van Kínának, ennek a hatalmas kiterjedésű nagyhatalomnak arra, hogy Tajvant is bekebelezze? Nyilvánvaló, és ezt a kínai vezetők is tudják, hogy a tajvani nép és a tajvani politikusok azoknak hát a közepébe kívánják az egyesülést Kínával, és ha valaki azt gondolta volna, hogy ez békés úton és megvalósulhat, úgyhogy nem érinti az ő életüket és szabadságjogaikat, hát itt a hongkongi példa. Hongkong ugye majdnem 100 éven át brit gyarmat volt, és miután lejárt a bérleti díj, hát az Egyesült Királyság beletörődött és elfogadta, és hát kínai nagyhatalom minden elég nagyvonalú ígéreteket tett, hogy ott a sajtószabadság meg lesz, hogy egy ország, két politikai rendszer, aztán hát ő az elmúlt években láttuk, hogy gyakorlatilag ott a szabadságnak, a sajtószabadságnak még a maradványait is felszámolták hatalmas tüntetések ellenére. Tehát Tajvan nagyon jól láthatja, hogy ha valamilyen módon megtörténne, mondjuk tegyük fel, hogy nem háború útján, hanem békés úton ez az egyesülés, hát az ő szabadságuknak vége lenne. Hát a másik ilyen orbáni pillér, hogyha talán így fogalmazhatok, és Eszbíró Zoltán nyilatkozott pont a ukrán-orosz konfliktus kapcsán a héten a Klubrádióban, hogy Oroszország nem veszíthet. Hát ugye ezt mondja a magyar kormány szinte a konfliktus kezdetétől fogva. Na most, hogyha az orosz vereség alatt arra gondolta volna, azt gondolta volna bárki, hogy igen, ukrán zászló fog lobogni a Kreml tornyán. Hát ilyen értelemben ez nyilvánvalóan egy teljesen irreális dolog volt. Nem volt olyan ukrán politikus, akinek ilyen, lehet, hogy vágya volt, de hogy erre esélyt adott volna. Tehát Oroszország olyan értelemben valóban nem volt elképzelhető, hogy vereséget szenved, hogy Ukrajna legyőzi. Az, hogy Ukrajna visszafoglalja területét, az Oroszország által megszállt, annektált területet, beleértve a Krímet. Hát arra, hogy hány százalék esély volt, az nem volt teljes mértékben elképzelhetetlen, különösen a háború első éve alapján, ahol hát látható módon a orosz villámháborús tervek, ezek teljes mértékben kudarcot vallottak. Még az orosz anyanyelvű ukrán állampolgárok sem örültek az orosz megszállásnak, vagy ha esetleg örültek, rövidesen rájöttek, hogy mennyi, milyen szörnyű. Tehát nem a Kánaán jött a... Ez így van, igen. Úgyhogy, tehát, és ugye volt egy elég komoly katonai siker ukrán részről a háború első évében, nagy területeket visszafoglaltak. Hát jelenleg valóban mondjuk a szakértők sem nagyon optimisták, de hát ez még nem lefutott. Tehát az, hogy Oroszország nem fog vereséget szenvedni, azt reális mondani. Nem csak olyan értelemben, hogy mondtam, hogy elfoglalják Moszkvát, de az, hogy eléri a céljait, ezt nem lehet még tudni. Erre senki nem tud választ adni, a jövőt senki sem látja, és azért nagyon sok függ attól, hogy a nyugati hatalmak, Oroszország,
tól joggal tartó kisebb és nagyobb országok, ezek átérzik-e, és különösen a választóik átérzik-e az, hogy itt a tét nem egyszerűen az, hogy mostan Donyeszk és Luhanszk hova tartozik, hanem az, hogy a nemzetközi jog megsértése, egy nagyhatalom, egy kisebb, gyengébb szomszédjával szembeni agressziója, hogy ezt a világ elfogadja-e, ez sikerülhet-e, vagy nem. Tehát itt Ukrajna segítése, ami szinte mondhatnánk, hogy váratlanul pozitív volt és egységes volt az orosz támadás után, hogy ez kitart-e. És akkor itt visszakanyarodhatunk Trumphoz, aki ilyen vonatkozásban rendkívül fenyegető, vagy rendkívül negatív kilátásokat jelent. És nem csak Trump szerintem, hanem van egy ilyen, nem tudom, narratív, hogy a magyar közéletben, ezt több helyen, vagy több nyilatkozatban hallottam szakértőktől is, hogy Putyin az egész Európai Uniót kvázi megtámadta. A sajtóval sokszor szeret, sőt, általában szeret élesen fogalmazni, és kicsit meghökkentően, egy újságírón is, hogyha figyelmet akar kelteni, akkor így fogalmaz. Tehát, hogy veszélyben lehet Európa? Én nem arra gondolok, hogy olyan veszély van, hogy Putyin nekiindul Európának, hogyha mondjuk Ukrajnát bekebelezte, akkor neki megy a balti államoknak, majd akár Lengyelországnak. Tehát amíg van NATO, és amíg a NATO-nak hiteles, elrettentő ereje van, tehát hogyha egyet megtámadnak, akkor az egész szövetség reagál. Ugye az egy olyan atomháború veszélyét idézné föl, hogy ezt a józanság maradékával rendelkező orosz elnök sem hiszem, hogy meri, ha csak öngyilkosságot nem akar így elkövetni. Na most itt megint ott vagyunk, hogy Trump nyíltan fenyegetőzik azzal, hogy ő neki a NATO nem fontos, ő fel fogja ezt mondani, kilép belőle. Ez egy nagyon komoly veszély, mert Európának ugyan van, most az Európai Unióból ugyan kilépett az Egyesült Királyság, de azért mégiscsak a része a demokratikus világnak és a demokratikus Európának, tehát és NATO-nak ugye oszlopos tagja, tehát még Trump kilépése, ne adj Isten, valódi kilépése esetén is jóval gyengébben, de megmaradhat a NATO-nak az ereje. Ehhez persze jóval jelentősebb, mondjuk katonai fölkészülésre van szükség, és kiadásokra is, de én nagyon bízom abban, tehát, hogy Nyugat-Európát, értve még magunkat is, hogy egy ilyen orosz agresszió nem fenyegeti. Kivéve akkor fenyegető, hogyha ez az egység megszűnik. Hogyha, ahogy a második világháború előzményei igazolják, hogyha kis engedményeket tesz a demokratikus ország, vagy országok, abban a reményben, hogy így elkerüljük egy háborút, az szinte garancia, hogy akkor meg fogják kapni a háborút. Churchill 1938. szeptemberében a müncheni egyezmény után azt mondta, hogy Anglia választhatott a szégyen és a háború között, a szégyent választotta, de meg fogja kapni a háborút. És így is lett. És ha már NATO, a svéd csatlakozás miért fáj Magyarországnak, hogy miért gáncsolják ezt a folyamatot? Magyarország az Orbán kormány nyilván. Igen, hát ez nem félek azt mondani, ez egy tragikomikus folyamat. Tragikus igazából véve, mert azt bizonyítja ország világ előtt, hogy Magyarország a NATO-nak sem megbízható tagja. Miután az Európai Unióval már régóta állandó vitában áll, még akkor egy darabig az volt, hogy na de hát a NATO-val, nem? Ugye a magyar közvéleményt is, miközben ugye az Európai Unió Brüsszel elleni kampányok egymást követik, a NATO-t ezt nem, látszólag nem érintette. No de ezzel Magyarország NATO szövetségesi hitelessége kerül nem is, hogy kockázatra, hanem aláássa ezt, hiszen Svédországnak a csatlakozása Finnország mellett a NATO-hoz, ez rendkívül mértékben növeli, nem egyszerűen csak a katonai erejét, bár hát sőt, még a finn hadsereg is elég erős, a svéd hadsereg pedig hát rendkívül erős technikailag is, viszont éppen azt az elrettentő erőt, amire szükség van a NATO-nak, hogy ne fenyegesse őt egy agresszív orosz hatalom, ezt növeli, mert ez egy hatalmas potenciális front.
hát hogyha Oroszország támadna valahol itt Európa középső részén, ott van az északi szárnya, úgyhogy hát most nem megyünk abba bele, hogy egy támadásra, a NATO ellentámadásra válaszol-e. Minden esetre, ha Magyarország komolyan gondolja azt, amit én nagyon komolyan gondolok, hogy a NATO tagságunk az egy hihetetlenül fontos és előnyös számunkra, és ez biztosítja az országnak a függetlenségét, a mai ugye divatos kormányszóval a szuverenitását. Tehát ennek a NATO-nak a további erősítése, ez eminens magyar érdek lenne. Na most ezt föl lehet áldozni azért, hogy van a török hatalommal egy ilyen különösen szívélyes viszony. Hát mit nyerhetünk ebből a viszonyból? Gazdaságilag? Hát ő kétséges, de mondjuk tegyük föl, hogy gazdaságilag erőnyös, ami előny persze sok más országgal való intenzívebb kapcsolat is nyújthat. Politikailag mi? Hát Törökország is azért ugye egy gyenge láncszem, legalábbis mióta Erdoğan kormányoz, vagy ő az elnök, tehát Magyarország ilyen értelemben is a nyugati világtól való eltávolodását jelzi ezzel a török barát magatartással, és hát az, amit mondtam, hogy viszont komikus is, a tragikus mellett, ugye az, hogy ez a játék, hogy csak éppen nem ért rá a magyar parlament. Annyi dolga volt a tavaly évben, és azért nem ratifikálta. Azután, amikor ez már tarthatatlan volt, akkor az volt, hogy hát azért, mert bántanak bennünket, mert kritizálja a magyar politikát a finn és a svéd sajtó. Hát a demokratikus országokban megvan a jog, és ezzel is élnek, akkor kritizálják akár a szomszédot, akár a barátot. Hát azért nézzük meg, hogy akár a angol politikát, mondjuk a Brexit politikát, hát az Európai Unió minden országa kritizálta és tartott ettől is, ellenezte. Tehát ez az, hogy a kormány vagy a sajtó egy szomszédországban, vagy egy másik kritikus, hát ezzel semmi baj nincsen. Próbáljunk inkább elejét venni a kritikának, ne adjunk okot rá. Na most a legújabb ugye dolog az, ami aztán egészen nevetséges, hogy hát a kormány ugyan beterjesztette ezt, ugye most már lassan talán egy éve is, no de hát a Fidesz képviselők, vagy egy részük, vagy a úgymond KDNP-s képviselők, azok nem hajlandók megszavazni. Hát ugye... Ez egy ócska színjáték. Hát ez egy olyan színjáték, mert ugye és sajnálattal ezt kell mondanom, hogy a mai parlament, legalábbis annak a kormánypárti többsége, az arra emlékeztet engem, amilyen a kommunista korszakban volt a parlament, hogy mindent megszavazott. Ugye akkor évente, úgy emlékszem, 4 alkalommal ült össze a parlament, teljesen formális volt, de legalább nem került olyan sok pénzbe, mint ma is. Nem volt olyan kimagasló jövedelme a parlamenti képviselőknek. Na most tehát visszatérve arra, hogy a Fidesz képviselők azok nem arról nevezetesek, hogy akár csak érdemi módosításokat kezdeményezzenek. Tehát ha a kormány azt mondja, és komolyan azt gondolná, hogy na hát azért váltsuk be azt az ígéretet, hogy nem leszünk az utolsók Svédország NATO-tagsága ratifikálásában, hát akkor ezt biztos, hogy gond nélkül minden kormánypárti képviselő megszavazná. Úgyhogy ez csak egy átlátszó ürügy. És ha már Törökországot említette, hát szinte ilyen egymásnak adják, aki nincs Magyarországon, az ilyen különböző keleti diktátorok. Ebből mi haszna van a mi országunknak ezekből a kapcsolatokból? Hát ugye mondjuk a hivatalos indokolás az, hogy hát az energia. Jó, hogy nem csak Oroszországtól függ a magyar energiaellátás, hanem Azerbajdzsánnak milyen hatalmas tartalékai vannak, és hát vannak kis kísérletek, vagy talán folyik az, hogy valóban Azerbajdzsánból is hozzunk hát vagy olajat, vagy akár csak elektromos energiát, bár hát ilyen távolságból én nem tudom, hogy az kifizetődő lehet-e. Na de hát ez az energiafüggés, ez ugye a magyar társadalom egy jelentős része számára elég meggyőző, elég csak azt mondani, hogy akkor ha nem, akkor meg fogtok fagyni. Na de hát látjuk, hogy Nyugat-Európa messze nem fagyott meg az előző télben, nem csak azért, mert ez elég enyhének sikerült, hanem azért, mert megvolt a szándék, hogy radikálisan csökkenteni a függőséget Oroszországtól,
az angol mondja, if there is a will, there is a way. Tehát megvalósítható akarat megvan. Úgyhogy ez egy nem csak a Orbán kormányoknak, hanem még az előző kormányoknak is felelőssége, legalábbis 2000 óta, hogy nem tettek érdemi lépéseket annak érdekében, hogy csökkenteni ezt a Oroszországtól való függőséget. Én, amikor Norvégiában képviseltem Magyarországot, próbáltam érvelni egyrészt, hogy Izlandból tapasztalhatjuk, hogy a geotermikus energia mit jelent, másrészt pedig hát Norvégiának kimeríthetetlen tartalékai vannak földgázban is és olajban is, csak azokat el kell hozni. Most már ugye németek is, meg a lengyelek is még ma már sokkal jobban építenek Norvégiára energiállátásban, és Lengyelországból nem olyan nehéz elhozni. Ugye úgy tudom, hogy megvan a mondjuk az interkonnektor, hogy Lengyelország Szlovákián keresztül Magyarországra is jöhetne energia, ugyanúgy, ahogy az Adrián, Horvátországból Adria vezetéken keresztül. Tehát itt megint arról van szó, hogy akarattal csökkenthető lenne radikálisan. Valamivel talán többe kerülne, de hát most már az sem olyan biztos, mert az elmúlt hónapokban a olaj is, és különösen a gázár rendkívül lecsökkent, ezt a magyar fogyasztó nem érezte sajnos meg. Szóval egy szó, mint száz, ez a magyar politikai döntőknek, a döntéshozóknak a felelőssége, hogy még fönnáll ez a függőségünk, és hát éppen ezért ez egy gyenge érve mellett, hogy Oroszország mellett a közép-ázsiai országokkal is ilyen szoros baráti viszonyban legyünk. Ráadásul egy olyan ország, Magyarország, amely nagyon fenkölten hirdeti, hogy ő egy mennyire keresztény ország, és a keresztény országok védelmezője, és a világ keresztény üldözötteinek a védelmezője, és akkor Azerbajdzsánnal vagyunk ilyen puszipajtás viszonyban, amely hát éppen az elmúlt hetekben, hónapokban semmisítette meg a legősibb keresztény államnak, Örményországnak egy olyan szigetét, egy olyan örmény lakta szigetet, amit én inkább a Székelyföldhöz hasonlítok. Ugye ott is ugye ez a bizonyos hegyi Karabakh, az közvetlenül nem érintkezett az Örményország tömegével, tehát az Orbán néppel nem elválasztották azeri vagy mohamedán lakosok. Hát ugyanúgy, mint ahogy a magyar tömböt is Székelyföldtől elválasztják a románok. Most gondoljuk bele abba, hogyha ez történne meg, hogy Románia neki megy a Székelyföldnek, és legfeljebb ide menekülhettek a székelyek. Hát ez micsoda tragédia lenne? Hát valami ilyesmihez hasonlítható ez az Azerbajdzsán által elűzött hegyi karabahi örménység. Igen, de hogy említette a V4-eket is, milyen most a V4-ek kapcsolata egymással? Hát én már én úgy egynek mondhattam, hogy egyik létrehozója vagyok Antal Józseffel együtt, és tehát ugye akkor még három volt, ugye ott volt a három vezető és a három külügyminiszter az aláírásoknál is. És hát én nagyon sokat, mondjuk hát nagyon szép emlékeim vannak, nem csak a létrehozással, hanem a későbbi működésével. És nagy örömmel láttam, hogy ez kormányoktól függetlenül működött, bizonyos ember erősödött, kulturális területre kiterjedt. És akkor jött a orosz agresszió, és ugye addig is már kicsit akadozott, mert különösen akkor még Szlovákia, majd aztán Csehország abszolút nem volt partnere Magyarországnak az Európai Unióval szembeni mondjuk politikájában. Viszont mondjuk a belpolitikailag nem azonos, de mondjuk a Magyarországhoz hasonlítható előző lengyel kormány, azért legalább a V4-ből V2 az mondhatjuk, hogy elég szilárd volt. És akkor jött az orosz agresszió, és akkor ez a PISZ vezette lengyel kormány is ezen értetlenül nézte, és felháborodottan nézte, és ezt a kritikát, ezt nyíltan is kifejezte. Na most ezután jött decemberben a új lengyel kormány a választások eredményeképpen, amely viszont egyértelműen nem csak, hogy folytatja természetesen az Oroszországot bíráló és az Oroszországgal szemben Ukrajnát támogató politikáját, hanem
az Európai Unióval rendezni igyekszik is, hát jó úton van, hogy minden vonatkozásban rendezze a nézeteltéréseket, tehát Csehország nagyon keményen bírálja a mai magyar politikát, hát ezt alig ha ellensúlyozza az, hogy Szlovákiában most egy olyan kormány van, amely sok vonatkozásban hasonló törekvéseket mutat, mint az Orbán kormány. Hát gondoljuk meg, hogy van a közel 40 milliós Lengyelország és az 5 milliós Szlovákia, tehát azt hiszem, hogy ez nem volt jó csere, hogy a lengyel szövetséges elvész, és akkor helyette van egy olyan szlovák, amelyben azért én nem hiszem, hogy először is az egy koalíciós kormány, és abban elég erős erők vannak, amelyek az Európai Unióval való jó viszonyt és megfelelést folytatják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sajnos a V4-nek ma vége, aztán csak reméli az ember, hogy még föltámadhat. De ez a fajta, hát hogy mondjam, ilyen magelvetés, hogyha ezzel a metaforikus képpel élhetek, azért a szlovák belpolitikában jelen van. Tehát, hogy ugye, mint kiderült a Fico kampányát, a Habony Árpádék is segítették, illetve hát pont most olvastam a héten, hogy a szlovákiai magyar lapokban is hihetetlen módon terjed az orosz propaganda. Igen, hát először is ugye a szlovákiai választási eredményben nem egyszerűen a magyar propaganda, vagy az, hogy mondjuk mit sugallta a magyar kormány a szlovákiai magyaroknak, hát mondja, elég erősen sugallta, mert nemhogy a magyar külügyminiszter kampányolt nyilvánosan Szlovákiában a Fico kormány, vagy a Fico pártja mellett, ami még én szerintem rendben van, bár ugye ha itt a szuverenitásról beszélünk, akkor ez is egy beavatkozás volt egy másik ország belügyeibe. De a demokratikus országokban ez szakások, ez úzus, hogy támogatják a hozzájuk hasonlóan gondolkodó erőket. Már 1990-ben a Magyar Demokrata Fórum választási kampányát nyíltan támogatták német részről, francia részről, korábbi francia elnök Giscard d'Estaing, Juppé külügyminiszter vagy miniszterelnök, tehát ezzel, vagy akár a magyar szocialista kormányokat, Blair angol miniszterelnök, tehát ezzel is együtt, nem csak együtt kell érni, ez teljesen rendben van, és része a demokráciának. Viszont Fico pártjának a győzelmében szerintem döntő volt, nem is annyira a magyar propaganda, hanem a migránsok. Ugye, hogy azt halljuk, hogy Magyarországon a déli határzár az átjárhatatlan, az tökéletesen működik. Érdekes, hogy a szlovákiai választások előtt sok ezer migráns valahogy átrepült Magyarországon, és a szlovák-magyar határon, ami hála az Európai Uniós és Schengeni tagságunknak az egy teljesen átjárható határ, és ott tömegével jelentek meg, valóban ráijesztve az ott élő lakosságra, és hát a propaganda révén az egész szlovák társadalomra. Hát, vagy pedig arról nem is beszélve, hogy ugye Magyarország pont abban az időszakban engedett ki emberkereskedőket. Így van, így van. Ugye, furcsa módon. Szóval nem, hát ez egyértelmű, cinikus módon ezzel az eszközzel is akarták támogatni Ficót. Azóta pedig már nem találnak migrást Szlovákia déli részén. De nem lesz ragadós ez a példa? Inkább erre próbáltam valahogy utalni, vagy a kérdésemben ezt próbáltam fejtegetni. Mármint, hogy miért feltenni? Ragadós? Hát olyan értelemben, hogy az orbáni politika, tehát ami megjelenik mondjuk most Szlovákiában. Igen. Tehát, hogy erre nincs válasza az Uniónak, vagy akár Amerikának? Azért egy nagyon kemény, hogy mondjam, nagykövet érkezett Magyarország a Pressman személyében. Igen. Hát itt azért legyünk ezzel tisztában, hogy sajnos Magyarország nem csak egy viszonylag kis ország, bár hát a világ, ami 280 országán belül azért nem is vagyunk egy kis tényező, de hát inkább mondjuk azt, hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy sajnos a mai világban olyan komoly bajok vannak, olyan komoly válságok vannak, hogy ehhez képest eltörpül. Ez egy szúnyogcsípés Amerikának, mondjuk ez a magyar kormánynak, a jelenlegi amerikai kormánynak. De szemben. Valami mégis elindult, én úgy érzem. Hogy hát, hogy valami elindult ebben a fajta populista politikai, igen, felfogásban, amit Orbán ugye elkezdett, akár hogyha itt beszéltünk Franciaországról, mondjuk a Le Pen kampányát is, igen, támogatta. Igen. Tehát, hogy az ilyen típusú politikára miért nincs válasz? Hát ugye ez azért nehéz erre válaszolni,
nem csak említettem, hogy sok más fejfájása van, hanem Nyugat-Európában demokrácia van, és a demokráciában az is benne van, hogy új, az adott esetben felelőtlennek nevezhető erők megjelennek. Tehát van egy ilyen populista hullám, úgy tetszik, szélső jobboldalnak is minősülő hullám. Na de ez, ennek egyik oka az, hogy valóban Nyugat-Európában egyre kezelhetetlenebb a fundamentalista mohamedán hátterű lakosság. Mostan remélhetőleg nem a nagy ez egésze, de hát ugye ezeket a imámok hergelik, a fiatalok, akiknek akár nincs munkájuk, de azért a megélhetésük megvan, szociális támogatások révén, ezek rendkívül fogékonyak az ilyen radikalizmusra. Na most ezzel szemben alakult és erősödött Nyugat-Európában nem csak az ellenérzés, hanem hogy valamit kell tenni. Tehát a holland választások eredménye nem azt jelenti, hogy Hollandia búcsút akar mondani a szabad sajtónak és a plurális demokráciának, hanem annak akar a lakosság jelentős része véget vetni, hogy mondjuk munkanélkül ottan százezrek élnek, tehát arab vagy más mohamedán hátterűek, vagy hogy Írországba is tömegesen jöttek az elmúlt évben vagy években is, tehát a problémát súlyosbítják az új bevándorlók. Na most ezt lovagolják meg ezek a pártok, belértve ugye a Németországban nagyon feljövő alternatívák. Ezt én viszont azért azt megnyugtatónak hiszem, hogy ezeknek a radikális pártoknak egy jó része nem orosz barát, és NATO-val szemben is, nincs semmiféle jelen is NATO. Sőt, hát a svédországi demokraták, akik most kívülről támogatják a svéd kormányt, konzervatív kormányt, azok aztán abszolút nem NATO ellenesek. Tehát akkor is, hogyha a következő választások hoznak is bizonyos előretörést az úgynevezett jobboldali radikális pártokban, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy teljes mértékben Magyarország kormányának a külpolitikáját átveszik. Hát itt a példa, nem olyan régi, ugye Olaszországban Meloni, akivel Orbán nagyon jó viszont alakított ki látszólag, Meloni pedig olyan erősen atlantista, hogy hát más atlantista országok is csak örömmel regisztrálhatják ezt. Értem. Hát attól függetlenül én azért kíváncsi lennék, hogy milyen lehet mondjuk egy David Pressman-nel folytatott beszélgetés a magyarországi állapotokról, tehát hogy tényleg mit mond erre egy Amerikából érkezett ember, és hát azért ön, mint az egykori Orbán kormánynak is részese, hát azért biztos, hogy tud mondani valamit arról, hogy mi történt a mi miniszterelnökünkkel. Minek köszönhető ez a fajta változás? Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is szeretnék semmit kimondatni ezzel a kérdéssel, de engem mégis érdekelne. Hát ugye ennek lehetnek vélt vagy valódi gazdasági okai, tehát itt szó volt az energiafüggőségünkről, amit csak növekedni fog, hogyha itten valóban akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk, akkor lehet ezt magyarázni más azzal a törekvéssel, hogy Magyarország miközben az energiaellátását nem diversifikálja, de a kereskedelmét akarja, hogy ne legyen annyira 80%-ban az Európai Uniótól függő, vagy Európai Unióval. Ebből semmi rosszat nem látok egyébként. Ezek nem csak ezek virágzó gazdasági országok, jó, vannak nehézségeik, tehát a velük való kereskedelemből nekünk nem hiszem, hogy hátrányunk van. Tehát a gazdaságilag is egy közép-ázsiai ország az nem helyettesítheti Magyarországot, még mint felfevő piac sem. Vagy akár vendégmunkásokat, hát magyarok mennek nagy számban talán. Szomorú is, hogy milyen nagy számban keresnek külföldi munkát, de nem Kirgizisztánban vagy Kazasztánban. Tehát én az említett, és hát most itt nem tudjuk kifejteni, hogy milyen gondolaták vezérelhetik a mai magyar kormány külpolitikáját, de egyet azért talán nem is beszélünk róla eleget, én magam részéről pedig ezt hát az én szerény lehetőségeimmel ezt próbálom, hogy a nyugat. Azért itt hirdeti a magyar
kormány propagandája a nyugat alkonyát. Hát ezt persze már jóval több mint 100 éve jósolják egyesek. Én is emlékszem a 80-as évekből. Igen, hát egy szembe jutott Márai Sándornak egy gyönyörű mondata, amit 1939-ben a háború kitörésekor mondott, hogy napnyugati bölcsek évszázadok óta mondjuk jósolják a nyugat halálát. Na most egyrészt én még mindig bízom, nagyon határozottan bízom a nyugati demokráciák erejében, kitartásában, gazdasági erejében mindenképpen, de hogyha ne adj Isten, akármilyen okból, hogy kifáradás, demográfiai hanyatlás, bármi, hogyha a nyugat, nem is az, hogy összeomlik, ez nem egy római birodalom, ami hirtelen eltűnik, de ha jelentősen meggyengülne, vagy akár, ne adj Isten, ha nem is katonailag, de valami módon Oroszország és Kína erősebb pozíciókat szerezne itt, és hát a politika ezek felé fordulna. Hát ez jó lenne nekünk. Hát nem, ugye érdekes módon a nyugat meglévő, vagy akár hibáiról eltúlzottan is a magyar közvélemény bőségesen kap híreket. Arról, hogy Kínában mi van, erről hát a kormány médiában nem hallani semmit, és említettem előbb hongkongi demokrácia és sajtó szabadság felszámolását, erről sem tud a magyar átlagember. Ugyanúgy arról, hogy Kínában van gazdasági, mondjuk hát látványos eredmények, de hát hogy élnek az emberek? Teljes mértékben kiszolgáltatva a hatalomnak, és ott úgy, mint mondjuk a nagy sztálini tisztogatások idején, hogy aki a legmagasabb szinten van a kommunista pártban, az is eltűnhet egyik napról a másikra, úgyhogy amellett pedig, hogy hát évente hány száz kivégzés van, és az emberek mennyire kontrollálva vannak kamerák által is. Lehet, hogy pontrendszerben. Igen, szóval ezzel azt szoktam mondani, hogy aki még emlékszik rá ott Orwellnek az 1984 című szörnyű víziójára, amikor ilyen három totális hatalomból áll a világ, hát ez az orwelli rendszernek a megvalósulása, ami Kínában van. Tehát a nyugatban bízom, a nyugat rendszerét kell fönntartani, támogatni, beleértve a NATO-t és az Európai Uniót, és ha ezek bajba kerülnének, ezek megszűnnének, akkor a magyar társadalom egy szörnyű világban találná magát. Ugye látjuk azt, hogy Lengyelországban is elég nehezen, hogy mondjam, jön össze egy új rendszer, vagy egy új demokratikusabb rendszer kiépítése, gondolok itt az ottani jelen belpolitikai állapotokra, de hogy Magyarországot fenyegeti a Huxi tréme? Hát még egy-két évvel ezelőtt ezt teljesen irreálisnak gondoltam én is, és minden más megfigyelő, mert annyira magyar érdek is az Európai Unióval való egy szoros tagságunk és a schengeni rendszer, és hát én mindig külön szoktam hangsúlyozni, ami úgy kevésbé kerül úgy szóba, hogy én írtam nemrég írtam pár éve egy könyvet a trialoni trauma orvoslásának a lehetőségéről, ennek egy bővített kiadása most jelent meg decemberben az Osiris kiadónál, és hát a trianoni trauma, a határon túli magyarságnak a nehéz helyzete, romló demográfia helyzete, ennek az egyetlen lehetséges megoldása vagy orvoslása az Európai Unió nem csak hogy fennmaradása, hanem kiterjedése és biztos értelemben mélyülése. Ha mi azt várjuk, hogy a szomszédországokban a magyarokkal szembeni bizonyos fenntartások, vagy akár türelmetlenség szűnjön meg, és azokat a jogokat kapják meg, ami őket megilleti, ebben az Európai Unió támogatása, sőt adott esetben kötelező normává válása, hogy a nemzeti kisebbségek jogait köteles minden tagállam megtartani, tehát ilyen értelemben is Magyarország érdeke az Európai Unió. Vagy talán kicsit konkrétan gondoljuk rá, még talán azért elég sokan emlékeznek arra, akik 30 évesen élték meg mondjuk a rendszerváltozást, hogy azért azelőtt
hogy utazhattunk azon szétba. Először is hosszú időig egyáltalán utazhattunk a kommunista rendszer után. Azután ilyen betétlapot lehetett kérni. Először egy, aztán évente, nem tudom én, vagy egyszerre ötöt, és a határon megállítottak, a vonatok, autók vesztegeltek, a román-magyar határon néha egy napnál is tovább. Vámosok jöttek, útlevél ellenőrzők jöttek. Hát, hogyha Magyarország kilépne az Európai Unióból, akkor valamennyi szomszédunkkal szemben fönnállna nem csupán a határellenőrzés, hanem a vámellenőrzés is. És a magyar gazdaság, hát ebbe összeomlana. Tehát ilyen értelemben minden racionális érv alapján Magyarország nem léphet ki az Európai Unióból. De perifériára sodródhat? Hát pláne akkor, hogyha megvalósul az, amit felé láthatóban hallott az Unió, hogy hát aki nem akar mélyülni, aki az maradjon ott, legyen egy kétsebességű Európai Unió. És ez sem érdekel Magyarországnak. Látható módon mondjuk a csehek vagy a lengyelek, azok éppen, hogy szemben állnak ezzel, és azt remélik, és azon törekszenek, hogy ne adj Isten, ők valamiféle másodosztályú tagjai legyenek az Uniónak. Ugye az Erasmus program kapcsán láthatjuk, hogy mennyire egyszerű kikerülni egy körforgásból, amit mondjuk nevezzünk az Európai Uniónak egyik ilyen körforgásának, de hogy pont most olvastam, hogy Navracsics Tibor fölkérte a miskolci polgármestert, hogy segítsen egy kicsit így a külgazdasági kapcsolatok építésében, és Pálinkás József volt MT elnök, azt is nyilatkozta, hogy ez a Horizont program, hát ez tulajdonképpen egy nem igazán jó megoldás, mint válasz az ilyen kutatási pályázatoknak az elvesztéséből, vagy pedig az Erasmus programból való kimaradásból? Hát én, mint életem legnagyobb részében egyetemi oktató, a Corvinus, a korábbi, ugye Marxról elnevezett egyetemen nemzetközi kapcsolatok történetének voltam a tanára. Hát számomra különösen fájdalmas az, hogyha a magyar diákoknak megszűnik az a lehetőségük, nem az, hogy külföldre menjenek, bár hát az a, mert ez is azért fontos, hogy aki akar, külföldön tanuljon, de inkább aki itthon, Magyarországon tanul, hogy tapasztalatszerzése, nyelvtudásának az erősítésére fél évet, vagy egy évet egy külföldi egyetemen töltsön. Ez óriási előny. Ezt az én saját életemből tudom, hogy milyen fontos volt akár csak néhány hetes külföldi tanulmányút, vagy akár önmaga, tehát saját magánfinanszírozásban, egy külföldi országban fiatalként élni. Tehát ez nem az Európai Unió kiszúrása a magyarokkal, vagy a magyar diákokkal szemben. Itt ugye az van, hogy a magyar egyetemeket sajátos módon privatizálták, miközben egy ilyen új államosítási folyamatot látunk az országban. Ezeket, amelyeket hagyományosan és a világ jó részében a legnagyobb egyetemek állami tulajdonban vannak, és az adókból finanszírozzák, azért, hogy a jövő nemzedék felkészült legyen, ezeket most ilyen alapítványokba vitték, és az alapítványok azok pedig a kormányhoz közel álló emberek alkotják a kuratóriumot, vagy nevezik ki az egyetemek rektorát, gazdasági igazgató. Fontos ideológiailag, és gondolom gazdaságilag is. Így van, úgyhogy tehát ezt vette észre az Európai Unió, és ezt élesen elítélte, és látva, hogy itten nem változik ez a magatartás, erre jött ez a szankció, hogy hát kérem szépen, hogyha a magyar egyetemeknek a középkorig visszamenő autonómiáját megszüntetik, akkor hát nem fogják támogatni az Erasmus programot, Tempus programot, és hát sajnos ugye bizonyos minimális engedményt tett a magyar kormány, hogy hát a minisztereket kivette a kuratóriumokból. No, hát egy miniszter az hogy fog beleszólni, hogy van ideje beleszólni, és egyáltalán nem is ismeri az adott egyetem intézmény ügyeit. De itten ott maradtak bőven olyan emberek, akik nem olyan látványos pozícióban, de egyértelműen a kormánynak az intenciót folytatják, akár ideológiailag is. Tehát ezt továbbra is ragaszkodik az Európai Unió ahhoz, hogy az egyetemeknek valódi önállóság legyen, autonómiája legyen, és azok ne egyfajta a
kormány ideológia áldozatai legyenek. De hogy igen, tehát hogy Navracsics Tibor tett egy kis, hát hogy mondjam, gesztust így a miskolci polgármester felé, de hogy nem tudom, hogy például Mencer Tamás külgazdasági és külügyi államtitkár pedig olyan gondolatokat engedett meg például magának, hogy az teljesen jó külpolitikát mutat, hogyha például balliberális megmondóknak, mint például Balázs Péternek és Jeszenszky Gézának ez a külpolitika fájna. Most ebben a mondatában én elég sok ellentmondást véltem felfedezni. Egyrészt nem akarok senkit kategorizálni, de mondjuk ön se tudnám mondjuk balliberálisnak mondani. Hát, akkor jó, hogyha fáj. Tehát, hogy ez milyen külpolitikai hozzáállás? Jó, hát nagyon nehéz dolog mai világban mondjuk kategorizálni az embereket, pláne úgy, hogy jobb oldal, bal oldal. Én mindig hangsúlyoztam, és az Antal kormány maga is, az Antal kormány nem volt egy jobb oldali kormány, nem is volt egy baloldali kormány. Centristának nevezhető, hogy a MDF egy jobb közép irányzatú volt, én ma is ilyennek gondolom magamat. A kérdés csak az, hogy én konzervatív liberális vagyok-e, vagy pedig egy liberális konzervatív. Szerintem a kettő lényegében azonos. Tehát az, hogy akár Bot Péter barátomat is, hogy hát ezek egyrészt meghűltek öregkorukra, ilyeneket is mond a kormánypropaganda, vagy hogy Balázs Péter, aki éppen úgy Antal József tanítványa, mint én a Toldi gimnáziumban, hogy hát ugye ő valamiféle rossz indulatú és rosszat akarna Magyarországnak. Hát éppen a jól működő demokráciákban, a több pártrendszerben éppen a külpolitika az, ahol ugye a különbségek csekélyek szoktak lenni. Amerika még a Trump előtti időkben is arról volt híres, hogy bipartisan külpolitikát folytat, és én ezt tapasztaltam miniszterként, és korábban vendégtanárként is, hogy igen, és nagyon rokonszemves módon támogatták egymást a egyébként belpolitikailag szemben álló pártok. Nyugat-Európában is ez volt a jellemző, tehát mondjuk a Szovjetunióval szemben nem nagyon működött az, hogy hát a úgymond baloldali pártok azok majd szovjet barátok lesznek, kommunista barátok lesznek. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy ez volna a kívánatos, hogy valóban mindenki, pláne aki politikával foglalkozik, a magyar érdekeket szolgálja. Én azt gondolom, hogy az nem ellentétes a magyar érdekekkel, amit én vagy sok más itt nem említett, vagy a Szent Ivány István, aki az Antal kormányban az ellenzék külpolitikai szóvivője volt, teljes mértékben egyetértünk a mai külpolitikai helyzet értékelésében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a magyar nemzeti érdek, amit 1990-től, sőt már hát a 80-as évek végétől a magyar politikai erők képviseltek, és jó lenne ezeket a nehezen kivívott tagságokat, a NATO tagság, Európai Unió tagság, ezeket nem veszélyeztetni, hanem jó szövetséges, azt megbecsülik, a kilógó szövetséges pedig, hát látjuk, hogy sok tekintetben még szankciók is érik. Ugye egy finn képviselő kezdeményezett egy aláírásgyűjtést, és ha jól tudom, össze is jött neki a 120 szavazat, hogy Magyarország szavazati jogát megvonhatják. Hát azért ez is egy komoly külpolitikai figyelmeztetés, én úgy gondolom. Igen, és hát ugye valóban ez a vétó, amivel látható módon, hogy annak a fenyegetésével mondjuk eredményesen él a magyar kormány. Az más kérdés, hogy ez milyen visszhangot vált ki, és milyen a tekintélyünk, milyen a rokonszenv, illetve annak a hiánya, elvesztése, amit egy közönséges magyar utazó is, nem is beszél üzleten belül tapasztal. De valóban a vétóval csak addig lehet fenyegetni, amíg van szavazati joga egy országnak. Na most az Európai Unió, vagy a korábbi európai közösség történetében erre nem volt példa még, hogy egy országnak felfüggesztik a szavazati jogát, de a lehetőség benne van, és jó, hogy ez a lehetőség benne van, mert ez egy fegyelmező eszköz. Ugye korábban, az elmúlt években mondjuk a magyar kormány biztosnak érezte magát, hogy na hát ez nem fenyegetheti, mert ugyan egy ilyen szavazáson ő maga, a, mondjuk hát a kritizált ország nem vett részt, de másoknak támogatnia kellene ezt, és hát lengyelek biztos nem fogják támogatni. Na most ugye ez a lengyel
támogatásban, mint a magyar kormány támogatása, akár egy ilyen radikális büntető lépéssel ez megszűnt. Hát, hogy most ez Szlovákia pótolja, az a Szlovákia, amely azért az Európai Unióval jó viszonyt akar ápolni, és mondjuk a Fico melletti kormánypártok, különösen a Pellegrini pártja, az kifejezetten Európa párti. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ez az aláírásgyűjtés és a 120 vagy akár sokkal több képviselő, ez csak egy nyomásgyakorlás, de figyelmeztető jel. Figyelmeztető jel, úgyhogy megint a jó politika az nem akkor reagál valamire, amikor már késő, hanem megérti és megérzi és tanul is a figyelmeztető jelekből. Hát én nagyon fiatal voltam még a rendszerváltás környékén, de ugye Orbán elég keményen fogalmazott akkor a hősök terén, amikor hazaküldte az oroszokat, és néhány éve, egy-két éve előkerült egy Antal József által tartott beszéd, vagy egy, nem is tudom, hogy beszédnek nevezzem, vagy egy beszélgetésnek a részlete, amiben azért figyelmeztetett arra, hogy Oroszország lehet, hogy akkor abban az időben gyenge volt, de hogy ez a nagyhatalmi törekvés mindig meg lesz, és ezért is érzek én, hogy mondjam, magyar állampolgárként egy nagyon furcsa diszonanciát ebben az egészben, és nem nagyon látom a megoldást egyelőre, hogy ez az ország merre fog tovább haladni. Igen, hát ugye én nem csak azt mondanám, hogy sőt, nem is azt mondom, hogy Oroszország gyenge volt. Jó, hát a szovjet nagyhatalom, atomhatalom szétesett, de hát atomfegyverei megmaradtak. Hát Oroszország megindult egy demokratikus, egy nagyon szerintem nagyon jó irányba a demokrácia, a plurális demokrácia felé, és a Jelcin rendszer ezt jelentette, az, hogy gazdaságilag ott az oligarchák és a piacgazdasággal visszaélők és a korrupció kivirágzott, az egy nagyon szomorú tendencia, ez beérett egy jó 10-15 év alatt. Tehát Antal, amire figyelmeztetett, és nem egyszer, és azt egy történész, vagy akár a történelmet ismerő ember is csak egyetértésre fogadhatja, hogy igen, Oroszország egy nagy hatalom, nem adja föl könnyen, amíg létezik, nem adja föl könnyen a régi emlékeit. Tulajdonképpen említettem ugye, hogy a 20. században a hagyományos európai nagyhatalmak megszűntek, felbomlottak, vagy nagyon meggyengültek, akár a brit világbirodalomra gondoljunk, de éppen az a szomorú, hogy ahelyett, hogy miközben az angolok megbékéltek azzal, hogy nem a félvilág tartozik az brit korona alá, hanem egy kis szigetország a világban. Oroszország látható módon Putyin alatt nem akar ezzel megbékélni, sőt, vissza akarja csinálni, ezt Putyin nyíltan hirdeti, hogy micsoda tragédia volt a Szovjetunió szétesése. Hát a szétesett, függetlenné vált államok nem így gondolják, és a Varsói Szerződésben bekényszerült államok sem. Tehát nagyon jogos volt ez a akkor még csak ilyen távoli veszélyre felhívó Antal figyelmeztetés, ahogy fogalmazta többször, hogy az orosz medve kialuszta magát, és még felébredhet. Úgyhogy hát azoknak, akik valamikor nagyon élesen elítélték az újra agresszíve váló orosz politikát, többek között 2008 körül Orbán Viktor, mint ellenzéki vezér, az akkori Gyurcsány kormánynak az oroszokkal meginduló intenzívebb barátkozását nagyon éles szavakkal elítélte. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy akkori Orbánnak nagyon igaza volt. Hát reméljük, hogy nem sikerül ismét majd a vesztesek oldalára állnunk, ahogy ez sajnos a magyar történelemben sokszor előfordult, de hogy nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, de érdekelne egy olyan, itt a végén, egy olyan kérdés, hogy én úgy érzem, hogy egy picit, mintha a történelmet is próbálna átírni az Orbán kormány, és mondjuk a popkulturális szintéren is megjelennek ilyen különböző alkotások, mint például a Blokád című film. Nem tudom, hogy látta-e. Láttam természetesen, meghívtak a bemutatójáról. Mennyire ad az reális képet az akkor történtekről? Még egy magát dokumentumfilmnek tekintő, bár nem tudom, hogy ez volt a kategóriája, az sem ígérheti az, hogy
egész pontosan a történelmet dokumentálja és visszaadja. Úgyhogy ezt a filmet én tulajdonképpen örömmel fogadtam megnézése után is, mert amit a legfontosabbnak tartottam az, hogy igazolja azoknak, akik hát akár akkor másképp gondolkoztak, vagy akik nem is hallottak erről, csak legfeljebb halvány említéseket, hogy a rendszerváltozás követően át kellett alakítani az egész magyar gazdaságot, belértve az árrendszert, és a világpiaci árakhoz kellett igazítani akár a benzin árát is. Egyáltalán a kommunista rendszerben ugye egy rendkívül mesterséges árrendszer volt, voltak árak, amiket mesterségesen alacsonyan tartottak, mondjuk 1 forint volt egy vonaljegy, ha jól emlékszem, villamoson, és aztán voltak, amiket pedig irányosan magasan tartottak. Na, szóval abból tört ki ez a blokád, hogy a magyar kormány kénytelen volt megemelni az addig finanszírozott benzinárakat. És ez ellen egy törvénytelen blokádot hoztak létre, furcsa erők, és az Antal kormány végül is ezt egy olyan kompromisszummal oldotta meg, hogy végül is elfogadta a társadalom, a taxisok is, az, hogy a fokozatosan a világpiaci árakot kell. Tehát ez volt a filmnek is szerintem a fő üzenete, és mellettesen hát azért rámutatott arra, hogy Antal egy halálos betegség operációjával is mennyire jó irányt tudott adni az eseményeknek. Aztán azon részletek, hogy most az államelnöknek a szerepe milyen, vagy akár én mondhatom, hogy hát az oroszok nem zsaroltak bennünket, a film azt sugalta, hogy zsarolnak bennünket. Szóval ezt én nem, akkor miniszterként ez nem állt fönn. Szóval a részletekben lehet vitatkozni. Én örülnék, ha érdemi viták lennének, és nem csupán az vannak, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy kurzusfilm, és ezért meg se nézem, szó sem lett róla. Másik meg azt mondja, hogy ez nagyszerű film, mert tulajdonképpen a mai kormányt igazolja. Annak azt a kormányt, amelyik ezt a filmet mondjuk finanszírozta. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk, és tényleg nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is élveztem. Ne felejtjenek feliratkozni a csatornánkra, ha több ilyen beszélgetést szeretnek látni, és ne feledjék, hogy megtalálnak minket a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon is, kövessenek minket bátran. Viszontlátásra!